Maria Erich Csifó Dorina, Andrea Szavacki Kovács Nóra. Hófehérke étterme, egy mai mese. További magyar hangok. Jürgen Tarrach, Petridis Christos. Max Bretschneider, Hambertalan. Hanna Plász, Miketes Tilla. Johann Schropp, Horváth Töreki Gergely. Lukasz Reiber, Fehér Tibor. Timur Ölker, Bergendi Áron, Katarina Nasitova, Bérces Gabriella, Alexander Herman, Majorfalvi Bálint. Mi a baj? Semmi. Nincs baj. Akkor menjünk be. Gyere. Jó. Tessék, a vized. Köszi. Még mindig rosszul vagy, ha vért látsz. Nem lehet ezen segíteni? Már mindent megpróbáltam, de eddig egyszerűen semmi sem működött. Hát... Szóval apa nincs itt? Nincs. Heinrich elment az egyik beszállítóhoz, akivel probléma adódott, de bármelyik pillanatban visszatérhet. Jó. Smilla! Apa! Jaj, szia. De jó! Mikor jöttél meg? Csak most értem ide. Nagyszerű. Regina és én alig hittük el, amikor mondtad, hogy ezúttal 2 hétig maradsz a szokásos 2 nap helyett. Igen. Már évek óta nem volt ilyen. Igen. Tudod, már olyan régóta ígérgetem Hédinek, hogy eljövök és megnézem a farmját. Igen. És ha Olaszországban fogok dolgozni, akkor nem lesz rá időm. Most vagy soha. Apropó, gratulálok az előléptetéshez. Köszönöm. Igen, én is. Jó, hogy a főnököd megbecsült téged. De persze, aggódom is, hogy ezután még kevesebbet találkozunk majd. Már nem csak a görög olajfákat fogod gondozni, hanem még az olaszokat is. Igen, de előbb ide jöttem. Igen, és örülök neki. Nagyon örülök. Na, jó, nekem most mennem kell. Vár a munka. Nem akarlak feltartani. Igen. Jól nézel te ki. Te is. Minden rendben? Igen. Elnézést kérek, nem volt szándékos, csak elmentem mellette, és... Semmi baj, bárkivel megeshet. Még jó, hogy csak az előbb kezdtem el. Hozok másik húst.
Nos, a beszállító úton van. Akkor használd, hogy oda mentél, és megmondtad a magadét, nem igaz? Igen, biztosan. Heinrich, utána esetleg elmegyünk egy körre a tó körül? Szeretném minden időmet Smillával tölteni, mert olyan rövid időre jött. Megértem. Akkor jó. Halló, tessék. Igen, köszönöm, hogy visszahívott. Már úton van a beszállító. A friss hús. Köszönöm, Moritz. Felvágnád az epret? Igen. Lenne egy kérdésem. Igen? Ha itt a főnök lánya, akkor biztos eljön a barátnője is majd enni, ugye? Hédi. Igen, Hédi. Talán, de nem értem, mi köze van ennek az eperhez. Az eperhez semmi. Ne oda tedd az epret! Hányszor mondjam még el? Jó, de akkor hová tegyem? Máshol nincs már hely neki. Hozd ide, majd én csinálok itt helyet. Már úgyis készen vagyok a salátával. Úgy csináltad, ahogy tegnap mondtam? Igen, persze. Így jó lesz. A jó szósz titka, Smilla? A türelem. Úgy van, és még mi? A szeretet. Te vagy a legokosabb kislány a világon. Gyere ide, kincsem. Hé, hey, Smilla. Szia, Moritz. Minden oké? Okay? Igen, hogy vagy? Jól vagyok. Nem láttad apát? Az előbb telefonál, de mindjárt itt lesz. Köszönöm. Várj, Smilla. Igen? Ma itt vacsorázol? Miért? Hát csak mert Hédi mindig meglátogat, ha itt vagy, és nálunk eztek. Csak a létszám miatt. Hát értem, a létszám. Nem, Hédi ma este nem jön el. Most én megyek hozzá a farmra. És akkor végig ott lesztek? Igazából igen. Viszont... Talán eljövünk ide is egyik nap. Jó. Jó. Hát, akkor majd add át neki, hogy üdvözlöm. Oké, meg lesz. Átadom. Köszi. Malachús. Moritz! Ide hoznád a katalán krémet? Már is, főnök. Vigyázz! Vedd le! Vedd le! Földre! Sajnálom! Túl erősre volt állítva. Ki használta utoljára a bunzenégőt? Megvagy? Megvagyok. Kinek kell végül is szemöldök? Szia, kicsim. Megvan minden, ami kellett? Van egy perced. Nem tart sokáig. Hát persze. Én csak meg akartam kérdezni, hogy vagytok? Mármint egészségileg vagy... Jól. Jól vagyunk. Miért kérdezed? És Regina szeme? Lát még eleget ahhoz, hogy dolgozzon? Mit mond az orvos? Nem romlott a látása. Az állapota jelenleg stagnál. Szóval minden rendben. Hát én egészen mást láttam. Apa, tudod, milyen veszélyes az ilyesmi a konyhában? Smilla, évente kétszer vagy háromszor jössz ide pár napra, és azt hiszed, megítélheted, hogy Regina jól végzi a munkáját? Apa, talán oka van annak, hogy ritkán jövök el ide. Igen, nem kedveled Reginát. Ez nem igaz. Dehogy nem.
Te nem veszed észre, de nagyon hamar lecserélted anyát, nem csak a konyhában, hanem az életben is. Hát ennyi év után még mindig nem tudod tisztelni a kapcsolatomat vele? Nem látod, hogy az ég ajándéka? Próbáld beleképzelni magad a helyzetembe. Azt hiszed, könnyű volt anyád halála után? Az éttermet tovább kellett vezetni, és te hirtelen be sem tudtál lépni a konyhába. Pedig olyan tehetséges szakácsnő voltál. Igen, de te úgy tettél, mintha mi sem történt volna. Mit kellett volna tennem? Megvárni, amíg készen állok. Ez itt, Milla, a megélhetésünk. Egész életünkben ezért dolgoztunk. Ezt nem tehetem kockára. Meddig kellett volna várnom, amíg elveszítjük a hófehérkét? Csak azt akartam mondani, hogy Regina talán már nincs olyan állapotban, hogy a konyhát vezesse. Elnézést, amiért aggódom, értetek? Ezt nem veszem be. Csak rossz színben akarod őt feltüntetni. Tudod mit? Inkább hagyjuk az egészet. Jó. Talán jobb lesz, ha egyszerűen már is Hédihez megyek. Igen, menj csak. Ne vigyelek el mégis Hédihez. Nem kell, köszi. De majd felhívlak, amikor megérkeztem Hédihez. Jó, akkor hívj. Szia. Szia. Köszönöm a tegnap estét. Csodás volt. Szerintem is. Ismered? Igen. Egy régi barátnőm. Szép nő. Igen. Hétvégén találkozunk. Andreas üzleti útra megy. Csak hívj, ha itt leszel. Abban a pillanatban. Segíthetek? Jan Königsson. Szia, Milla. Milyen rég láttalak. Ja, 10 éve. Igen, hő 10 éve. Azóta egyszer sem jártál itt? Igen. De mindig csak 1-2 napig. Igen. Vicces, hogy egyszer sem futottunk össze, nem? Csak hívnod kellett volna. Igen. Igaz. És hogy vagy? Hát, sokat utaztam, miután elmentél, és elkezdtem fotózni is. És közben egész jól megy a klub is. Még a lovas klubban dolgozol? Igen. Csak más a tulajdonos. És ki lenne az? Én. Te? Hűha. Klassz. Úgy tűnik,
Az álmod, hogy saját üzleted legyen, hamar beteljesült. Nélkülem is. És hová mész? Én csak Hédihez indultam, de aztán defektes lett a biciklim. Hol lakik most? A hegyek mögött, a hetes úton. Na gyere, elviszlek. Tényleg? Igen, persze. Szuper. Köszönöm. Nincs mit. Hédi néha eljön a klubba, de csak ritkán. A bátyja most házasodott meg. Igen, Lorenzel. És ő milyen? Hát, amilyenek az informatikusok. Mármint? Érdekes. Érdekes, igen. De mesélj, veled mi van? Minden szuper. Most egy biocégnek dolgozom, ami hazai olívaolajat termel. Igazából mindig úton vagyok. És most ehhez jön még Olaszország is. A bázisom Siennában lesz, Toszkánában. Annyira izgalmas. Azt elhiszem. Szia! Ciao! Minden jót! A kulcs jobbról a második kerti törpénél van. Végre itthon. Hédi már itt van. El akar utazni? Nem, nem hiszem. Még a malacokat sem engedte be. Milyen nap van ma? Szerda. Szerda. Ma fazekas tanfolyamot tart. Később jön haza. Ki hívott a csészémből? Lorenz, nem tudom. Már ezerszer megmondtam Hédinek, hogy ne igyon belőle. Még csak el sem mosogatta rendesen. Oké, ez az én joghurtom. Ki ette meg az egészet? Már megmondtam, hogy senki, de abszolút senki nem nyúlhat a cuccaimhoz. Figyelsz rám egyáltalán? Ki fekszik a függő ágyban? Mi? Várj, megőrültél? Az is lehet, hogy egy sorozatgyilkos. Há, Lorenz. Várj, hívom a rendőrséget. Jó, hívd. Viktor! Viktor, várj már! Ő volt az. Ő hívott a csészémből és evett a joghurtomból. Egy aljas betörő és tolvaj. Talán inkább a bűnügyi hivatalt hívom. Semmi baj, Lorenz. Ő Smilla vitte. Hédi legjobb barátnője. Mi, te ismered? Már régóta nem láttam, ezért nem ismertem fel rögtön. És úgy volt, hogy csak holnap jön. És akkor engem miért nem kérdezett meg senki, amikor ilyen nagy változások történnek a lakáshelyzetünkben? Nyugi, nem költözik ide, csak néhány napig marad. Pontosan. Hédi ugyanezt mondta a malacokról és a csirkékről is. Az más helyzet. Azóta heten élünk itt, Viktor. Heten? Igen. Ja, de ezt nem beszéltük meg. És most heten fogadunk egy vendéget. Mégis ki tud ilyen nyugodtan szundikálni?
Nem kellett volna orvosként már megnézned az élet jeleit, vagy ilyesmi? Hello. Ja, hála Istennek. Jó lett volna elmagyarázni a rendőrségnek, miért van egy hulla a függő ágyban. Nem beszélve a helyszínelőkről, mit mondtunk volna nekik? Na jó, most megyek és lenyugszom. Igen. Szia, Smilla. Szia, Viktor. Hadd mutassam be a férjemet. Hamarabb jöttél. Atya ég, már mióta nem találkoztunk. Igen. Annyira sok mesélni valóm van. Ez az enyém? Igen. Köszönöm. Ó, és ti vagytok Lotta és Tina. Hello. Hello. Nem értem, miért vinné bárki ezeket a cukiságokat állatkísérletre. Én sem. Szia, szia, szia. Hé, ilyet sosem csinálnak. Biztosan érzik, hogy a legjobb barátnőm vagy. Biztos. Á, testvérkém. Mit szólnál, ha ma este Lorenc és én főznénk? Hogy ti együtt lehessetek. Te vagy a legjobb. Tudom. Gyere, megmutatom a mi kis paradicsomunkat. Gyertek! Gyertek, gyertek! Hát itt vagy. Már jönnek az első vendégek. Csak erdei turbóját szedtem. De Moritz már hozott. Várj csak, ez úgy néz ki, mint a foltos bürök. Nem. Ez nem az. Tudom, hogy nehéz megkülönböztetni. Ezért is jobb, ha magam intézem ez. Igen. A vendégek megmérgezése nem jó az üzletnek. Nem. Egy perc és jövök. Kell még zsája is. Rendben. Amikor Regináról van szó, apa, mintha vak lenne. Pedig a betegsége egyre rosszabb, szerintem ez gondatlanság. De valamiért ezt nem veszi észre, vagy nem akarja észrevenni. Regina persze mindenáron meg akarja tartani a munkáját. Biztos nem könnyű ilyesmit beismerni. Igen, valószínűleg. Úgy sajnálom, hogy veszekedtetek. Viszont végre van időnk egy kicsit nyugodtan duálni. Ez igaz. Mesélj, hogy megy a kerámia volt? Ne kérdezd. Nem jól? Nagyon nem. Jaj, ne. Ha a következő 2 hónapban nem változik a helyzet, akkor be kell zárnom a boltot. Oh. Egy csodára várok. Egyszer összedughatnánk a fejünket. Hát, ha segíthetek, hogy előbb jöjjön az a csoda. Te vagy a legjobb. A leges legjobb. Srácok, nézzétek, mit hoztam. Végre igazi fehérje. Na, Lorenz. Eszel húst? Vagy te is vegetáriánus vagy? Smilla. Smilla, minden rendben? Lélegezz mélyeket, jó? Gyerünk, belégzés. És kilégzés. Kilégzés. Mila? Mi lehet a baj? Még egyszer. Vidd innen a húst. Mi? De miért? Csak vidd már és el. Kilégzés. Viszem már. Smilla. Hedy, hoznál egy pohár vizet? Igen. Köszi.
Mi a fene volt ez? Smilának ez amolyan trauma, nem láthat vért. Kemény vegetáriánus, vagy mi? 10 évvel ezelőtt autóbalesete volt az anyukájával. A piacról jöttek haza, és valaki nem adta meg az elsőbséget. Smila túlélte, de az anyukája meghalt, és Smila meglátta az ülésen a vérét maga mellett, és azóta mindig pánikrohamot kap, ha vért lát. Nagyon borzalmas volt. Smila élete egyik pillanatról a másikra teljesen megváltozott. Abba hagyta a főző tanfolyamot, és csak képtelen volt itt maradni, és nem is főzött azóta. Szegénykém. Gyakran megesik. De ez nem jó. Tudom. De te sem alszol most. Igaz. Néha nehezen bírom a munkát a kórházban. De sokkal jobb, mióta ide költöztünk. El tudom képzelni. Jó, hogy itt vagy nálunk. Szerintem is. Tessék. Ó, köszönöm. Ne maradj fent sokáig. Oké. Aludj jó, Smilla. Jó ét. Things turn to gray. As much as I try to save them, they turn to gray, just like the house that's not on a hill, with all of the rust on the gate, the chips on the sill. Apa, minden rendben van, tényleg, igen. Nagyon jól érzem itt magam, minden szuper. És tudod mit? Hédivel valamelyik nap átmegyünk vacsorára. Ó, igen, annak nagyon örülnék. Oké. Olyan ritkán látom a régi barátaidat. Apropó, régi barátok. Tudod, kivel találkoztam újra 10 év után? Jan Königssonnal. Igen. Őrület, nem? Na, kibékültél apukáddal? Úgy tűnik. Na és hol vannak a saját gyártású tányérjaid? Ott. Hűha. Hédi, aha, ezek gyönyörűek. Jó reggelt. Szia, jó reggelt. Viktor is jön reggelizni? Nem, a héten délelőttös. Igen, szegény, akkor kell fel, amikor én lefekszem. Hűha. Oh, nekem a terítést mindig így. Oké. Tessék. Hűha. Így sokkal menőbbek a tányérjaim. Köszönöm. Hédi, igazából épp erről akartam veled beszélni.
Tegnap lefekvés előtt megnéztem a weboldaladat, ami... Teljesen amatőr és borzasztó. Hát mindenképpen lehetne még javítani rajta. Na jó, de mit tegyek? Tehát, először is árulhatnád a termékeidet a weboldalon is. Úgy nem csak a helyiekre lennél utalva. Oké. Okay. Aztán szükséged lesz gyönyörű képekre is a weboldalhoz. Szerintem ma el is intézhetném neked. Az nagyon szuper lenne. Én majd kicsinosítom a weboldaladat. Tényleg megtennéd? Az nagyon jó lenne. Szép lesz. Te ilyet is tudsz? Azt hittem informatikus vagy. Csak bíz bennem. Megcsinálom. Ó, Lorenz, ez kedves tőled, köszi. Atyaég, már 5 perc késésben vagyunk. Hédi, tudod, hogy ezt utálom? Sajnálom, hogy nem vehetek ki szabadságot, amíg itt Nincs vagy. Semmi baj. Olyan csodás itt, és már tervem is van. Apropó, mármint kell hozzá valami? Nem kell semmi, van egy tervem. Egyszerűen te vagy a legeslegjobb, a legokosabb barátnő az egész világon. Hédi, gyere! Gyertek, lányok! Vár a munka! Gyertek! Gyere már, Hédi! Gyere, vár a munka! Gyorsan! Menjünk! Tessék, tessék! Tessék! Hagyd már abba! Miért kell a malacokat elhoznod a munkába? Hédi! Malacok! Gyertek, lányok, indulunk! Hédi, ezt minden reggel eljátszod! Ne engedj be senkit, amíg nem vagyunk itthon! Rendben! Hello, Jan. Valahogy ez nem tetszik, olyan, mint egy csendélet. És mi erre akarod? Valahogy élénkebbre. Ide adnád a kötényt. Köszönöm. Nincs mit. Sem hiszem, hogy az előbb főztem. Annyira régen csináltam már. Nem főztem, mióta anya meghalt. Nagyon belemerültél. Olyan jó volt téged nézni közben. Én sem tudom, hogy mi jött rám az előbb. Még emlékszem, amikor te és az anyukád főztetek egy rendezvényre a klubban. Á, igen, a dupla esküvőre. Pontosan. Először kóstoltam a főztetőket, és bum, teljesen oda voltam. Igen. Anya megszállott volt.
Úgy főzött, mintha egy operát komponálna. Tényleg minden megvolt a fejében. Az illatok, a színek, a teljes kompozíció. Érezte az ízét, mielőtt megkóstolta. Te is így főzöl? Én? Jó ég, de hogy. Én vadul főzök, és reménykedem, hogy jó lesz. Ez az első alkalom, hogy anyáról beszélek, és közben tudok nevetni. Köszönöm. Szívesen. Válogassuk ki a legszebb képeket. Nagyon klassz lett. Még mindig nem hiszem el, hogy újra főztél. Ez csak olyan... Hédi, én bármit megtennék, érted? Én is sokat dolgoztam ám a weboldalom. És már meg is köszöntem neked. Jó, de neki sírtál is. Ez nem egy verseny. De. Ti hárman vagytok. A legjobbak. Hogy köszönhetném meg? Úgy, hogy sokat adsz el. Úgy lesz. Írd még oda, hogy Smila főzte az ételeket, és Jan készítette a fotókat. Hédi, már el is intéztem. Köszi, Lorenz. Ezerszer is köszönöm, te vagy a legeslegjobb sógor az egész Hédi, világon. Tudod, hogy ne add át a pacikat! Hagyd abba, kérlek! Ne már! Segítség! Hagyd már abba! Mit mondtam a tabletről a konyhában? Hogy teljes körű tilalom, azt hiszem. Csak olvastam Hédiről és Smilláról. Tényleg? Micsodát? Ott, a fotón. Az ott Smilla, nem? Aki keverget valamit. Igen, ez Smilla. Különös. Szerintem Hédi tányérjait reklámozza. A kommentekben sokan érdeklődnek Smilla iránt. Azt kérdezik, ki volt a szakács. És arra gondoltam, hát ha megemlítenék az éttermünket is. Mert jó reklám lenne. Igen. Folytasd a munkát, jó? Az az én tabletem. Természetesen kölcsön kérheti. Igen, kedves, hogy megkérdezte. Este 8 óra, igen. Lefoglaltam egy asztalt 6 főre. Igen. Igen, köszönöm. Önnek is, viszhal. Ezt láttad már? Cikk Hédi kerámia boltjáról. Erről van szó? Igen. Újra főzött. Smilla újra főzött, Regina. Igen, én is láttam. És mit gondolsz? Egyszeri alkalom vagy? Talán egy jel, hogy legyőzte a félelmét? Nem tudom. El sem hinnéd, mennyire örülnék neki. Nagyon tehetséges szakácsnő. Majdnem jobb, mint az anyja. Talán most már végre készen áll. Hófehérke étterem, Heinrich vitte. Sajnos 7:30-kor nem, teltházunk van. De 7:30-re lenne még egy asztalunk. Open me up and you will see. I'm a guy.
De most komolyan. És aztán újra megjelent. Gyertek ide. Na, gyertek csak. Adok neked valami. Egyetek csak. Egyőr szépen. Elnézést, de ez nagyon, nagyon jó. Nagyon finom. Igen? Így is, hogy nincs benne hús. Hogy csinálod ezt? Hé, én is húsmentesen főzök. Igen, de nálad észre is lehet venni. Szóval igen. Nem hittem volna, hogy ízleni fog hús nélkül. Ján, a fotók a weboldalon. Nagyon profik. Fotósként is dolgozhatnál. Köszi, de akkor magányos lennék. Mm. Szeretem, hogy nyüzsgés vesz körül. Ezért vetted át a klubot? Igen. Régen Smilával nyitni akartatok közösen egy éttermet. Hédi. Akartam. De szerintem Smillának ez csak egy álom volt. Nem hittél benne igazán, ugye? De csak. 20 éves voltam, akkor nem is tudja az ember, hogy mit akar. Én tudtam. Én is. Már 5 évesen megmondtam, hogy egy farmon akarok majd élni. Így volt. És meg kell mondanom, hogy ez az álom sosem teljesült volna a bátyám és a nagylelkű férje nélkül. A hitelkamatja olyan ellenállhatatlanul alacsony volt. Hogy? Te vagy a legjobb. Szerintem nagyon király, hogy ti hárman együtt éltek. Úgy érted, mi heten? Én sosem tudtam elképzelni, hogy Hédi nélkül éljek. Amikor kicsik voltunk, sosem voltak ott a szüleink, nagyon sokat dolgoztak. De mi ott voltunk egymásnak. Bocs, hogy már is el kell mennem. Nem sokára nyit a lovasklub. Ján. Sajnálom, hogy akkoriban cserben hagytalak. Már semmi baj. Megvolt rá az okod. És nekem... Most ott van a klub. De figyelj! Köszönöm a finom ebédet. Mindig lenyűgözöm. És ha tehetek bármit, hogy ezt viszonozzam, csak szólj. Okay. Akkor szia. Igen, szia. Thank you.
Regina? Azonnal be kell vinnem a kórházba. Meg kell röntgenezni a lábát. Eltarthat egy darabig. Miért? Mi történt? Neki rohant egy nyitott hűtőajtónak, és megütötte a lábát. Értem. Figyelj, ma rengeteg foglalásunk van, és Moritz nem bírná még egyedül a konyhában. Nem tudom, ki mást hívhatnék. Be tudnál esetleg ugrani? Igen. Igen, megyek. Tényleg? Köszönöm, Smilla. Megyek. Akkor várlak. Regina ma nem jön. Henrik elvitte a kórházba. De mi? Azt hiszem, kiment a bokája. Smilla fogja helyet tenni. De ő is nagyon jól főz, ugye? Igen, igen. Akkor nagyon. Jó lesz. Hello. Oké. Kimutatná meg, hol a tűzhely? Csak vicceltem. Oké. Tehát, előételnek lesz egy könnyű lencse saláta uborka csatnival. Főételnek készítünk spárgás tártot vadsalátával. Desszertnek pedig saját készítésű vaníliafagylalt lesz a legjobb fajta olívaolajjal. Igen, de tudod, hogy vadhús a specialitásunk. Hús nélkül is lehet vad. Oké. Okay. Jól van. Kezdjük! Oké. Nem is rossz, ugye? De az kizár dolog, hogy finom. Oké. Ez király. Rockstar vagy. Jól van, tehát pontosan így csináljátok. Oké, megtem fel. Kérdezni szeretném, hogy ízlik-e a vacsora. Nagyon finom volt. Jó estét. Csak kérdezni szeretném, hogy ízlik-e a vacsora. Hihetetlenül jó lett, köszönjük. Nagyon ízlett tényleg, különösen a spárgástárt. Nagyon finom volt a vacsora. Frau Bellner. Jó estét, hogy van? Jól. Hallottuk, hogy balesete volt. Baleset? Ugyan, semmiség. Akkor vissza is tér a konyhába? Hát persze. Nagyszerű. Úgy értem, remek volt a vacsora ma este, de egy férfinak mégis szüksége van a húsra, nem igaz? Szerintem fantasztikus volt. Ez valami egészen más. Igen, valami más. De neked is jót tesz, drágám. Szóval mondja. Nos, köszönjük.
További szép estét, és remélem még találkozunk. Mindenképp, önöknek is szép estét. Igen. Viszlát. És jobbulást. Köszönöm. Jobb lett volna bezárni. Talán mégsem volt jó ötlet Smillára vízni a konyhát. De hát te is hallottad, jól sült el. Jól sült el? Örülök, hogy holnap átvehetem az irányítást újra. Köszönöm, hogy beugrottál. Ez sokat jelent nekem. És remekül csináltad. Köszi. Igen. Igen, köszönjük. Szívesen tettem. Nagyon fáj a lábad. Dolgozhatsz egyáltalán így? Hát persze. Nekem ez nem probléma. Jól van. Oké, akkor indulok is. Elviszlek. Köszi. Jó éjszakát és jobbulást. Azt hiszem, bocsánatkéréssel tartozom. Ezt hogy érted? Regina miatt. Talán mégis igazad volt. Tényleg nem akartam észrevenni, amit te is láttál. Azt hiszem, a szeme többet romlott, mint gondoltam. És sajnos nem ismeri be. Amikor a főzőtanfolyamot végeztem a Hófehérkében, mindig együtt voltunk. Főleg anyukám és én. Jól mulattunk. Volt egy szenvedélyünk, ami mindhármunkat összekovácsolt. Mint egy igazi titkos társaság. Aztán anya meghalt. A következő pillanatban már jött Regina, és átvette a helyét. És a pánikrohamok miatt nem tudtam folytatni. De végül csak találtál valamit, ami boldoggá tesz. Mármint szereted a munkád. Igen. Igen. Csak az van, hogy általában mindig úton vagyok. És legtöbbször egyedül. De most itt vagy nálunk, és már minden jó, nem? Igen, így van, amikor titeket látlak. Téged is, Viktort, és azt, ahogy Lorenzzel veszekedtek. Olyan sok szeretet van itt. Azt hiszem, egyszerűen elfelejtettem, milyen érzés ez. A család. Az otthon. És hogy milyen jól néz ki Jan? Igen, hát persze, azt is. Cuki! Itt hagyhatom Lottát és Tinát? Egyszerűen túl sok a dolgom. Nyugodtan. De ne hagyd, hogy egész nap itt rohangáljanak. Kimegyek majd velük, ígérem. Gyere, Lorenz, mennünk kell. Mit csinálsz még? Lorenz, tényleg mennem kell kinyitni a boltot. Hidi, jobban kedveltelek, amíg nem voltál sikeres. Kéred? Nem, Smilán, a komoly alma allergiája nem van. Nem tudhattam. Te jó ég. Más bajod nincs? Legjobb lesz, ha írsz nekem egy listát. Ja, még te beszélsz, induljunk már! Mi van? Szia, Smila! Sziasztok! Ciao. Sziasztok! Sziasztok! Halló!
Hello, Jan. Ma lenne egy kis időd. Én nagyon szeretnék egy fűszerkertet csinálni, de az ágyás közepén van egy fatörzs, és sokkal makacsabb, mint gondoltam. Hé, hey, hagyd! Na... Ez az. Csak épp szünetet tartok. Tudom, nem mondtam semmit. Kérdezhetek valamit? Miért van olyan érzésem, hogy ez kellemetlen lesz? Ne aggódj, ez köztünk marad. Jaj, ne. Nem gondolod, hogy Reginának az utóbbi időben, hogy is mondjam, nehézségei adódtak a konyhában? Én meg kell mondjam, hogy nagyon hűséges típus vagyok, és őszinte is. Tudom. Ezért kérdezem tőled. És ezért nem válaszolhatok a kérdésre. Megértem. Na, tessék, drágám. Hát, ha szükség lesz még rá. Á, köszönöm, már jobban vagyok. Figyelj, én gondolkodtam. Tudod, hogy Smilla az anyja halála után nem tudott már főzni. De úgy tűnik, már túl van ezen, és talán végre készen áll arra, hogy kövesse a valódi hivatását. De már van egy munkája, amit szeret, és amiben sikeres is. Szerintem itt az ideje, hogy felajánljuk neki a hófehérkét. Tudod, nem leszünk már fiatalabbak. Smillának van ereje és energiája. Fiatal, új szint hozna bele. Értsd meg, nem akarnám a hófehérkét egy idegenre bízni, aki egy sült krumplis bódét csinálna belőle. Az lenne a legrosszabb. Úgy gondoltad, hogy Smilla átveszi a helyemet a konyhában, te pedig tovább vezeted az éttermet, ugye? Hát az elején még szüksége lesz rám, de... Még nem is tudod, hogy akarja-e? Miért ne akarná? Mi itt vagyunk, Hédi is itt van. Most újra találkozott ezzel a Jan Königssonnal, aki egykor fontos volt neki. Igen, aki a lovasklub néha itt szokott vacsorázni. Akinek viszonya van a nővel, akinek nyaralója van itt, ami a férjével közös. Ezt nem tudtam. De a legfontosabb, hogy Smillának több oka is van itt maradni. És újra fő, szívvel, lélekkel, a többiek elmondása alapján. Őrültség lenne ezt a lehetőséget elszalasztanunk. És hát ki tudja, meddig marad meg a látásod. Később beszélünk, jó? Jó napot! Hófehérke étterem, miben segíthetek? Igen. Még van egy szabad asztalunk. Igen, az ablak mellett. Jó lesz? Főnök, minek köszönhetem a szerencsét? Ó, hát még mindig így hívsz. Á, nekem mindig a főnök maradt. Ez nagyon hízelgő. De veled ellentétben belőlem soha nem lett sztárséf. Pedig sosem jutottam volna el ideáig a segítséged nélkül. Köszönöm. Ez azt jelenti, hogy még mindig az adósom vagy. Az bizony, drágám, az adósod. Támadt egy ötletem, hogyan változtathatnánk ezen? Szia! Gyere be! Szia! Kit akarsz ezzel megkötözni? Nyitott vagyok a javaslatokra. Aha.
Még allergiás vagy az almára? Igen, és jobban, mint valaha. Istenem, nem tudtam, hogy ez lehetséges. Aggódnom kellene? Dehogy is. Teljesen jól vagyok. Szükség esetén itt a gyógyszer. Tudod, hogy ki írt ma nekem e-mailt? Roland Jäger. Ne! De? Nem hiszem el. De ki a fene Roland Jäger? Roland Jäger az egyik legmenőbb sztárséf Hamburgban, és úgymond ő a séfek meg a sztárja. És mit akar? Azt írja, hogy 2 óra múlva szeretne velem videót csetelni, és hogy lenne egy ajánlat a számomra. Hát akkor biztosan várod a meglepetést. Igen. Jó. Akkor kezdjünk neki a munkának. Jó. Hány óra van? Jaj, ne, elkések. Hogy nézek ki? Nagyon jól. Ja, úgy biztosan nem. Gyorsan átöltözöm. Oké, addig kihúzom a kocsival a fatörzset. Jó, szuper, köszi. Csőd. Egy pillanat, nem vagyok biztos benne, hogy jól értettem. Munkát akar ajánlani az éttermében szakácsként? Igen, és nyilvánvaló, hogy ez egy egyszeri lehetőség. Igen, persze. De miért tisztel meg vele? Valaki, akinek az ízlésében teljesen megbízom, nemrég megkóstolta, amit a hófehérke étteremben főzött. És ez a valaki azt mondta, hívjam el magát Hamburgba, mert egy csiszolatlan gyémánt. Ez persze engem is érdekel. Most viszont nem értem, hogy miért hezitál. Tehát a válasza igen, vagy igen? Nem. A tánccsoport ma lemondta. Csütörtökre kell halasztanunk. Meg lesztek este nélkülem? Szuper, köszönöm. Na, mit szólsz? Hm? Ja, igen, tök jó. Úgy nézel, mintha Jägertől fenyegetést kaptál volna, nem ajánlatot. Ugyan. A többieknek programjuk van este. Szeretnél maradni vacsorára? Akkor elmesélem. Igen. Persze. Nemet mondott a munkára? Igen. Hihetetlen, hogy nekem nemet mondott. Jó, jó. De milyen okból? Hogy van egy munkája valami olívaolajjal, de nem igazán figyeltem oda. Á, ez jó. Ez nagyon jó. Kedves Roland, köszönöm. Ezzel kvittek vagyunk. Vissza a főnök. Teljesen megértem, miért ajánlott fel munkát Hamburgban. De miért mondtál nemet? Mert van munkám. Tudom. Ezt tudom. De... boldoggá is tesz? Mit jelent a boldogság? Mármint te boldog vagy? Elégedett, határozottan. Közben elég gyakran vagyok boldog. De beletelt egy időbe. Amikor elmentél, és teljes csend vett körül, az... kibillentett az egyensúlyomból. És most... tudom, hogy ott vagyok, ahol lennem kell. De veled együtt jobb lenne.
Szóval. Bocsi. Tedd ide. Köszi. No, hát most nem volt pánikrohamom. Miért lenne? Olyan rosszul csókolok. Nem, csak... Mindegy, később elmondom. Smilla, megjöttünk! Ó, láttam, hogy főztél. Maradt még nekem is belőle. Igen, persze. Ó, én... Az ott az én egyik poharam? Igen. Lorenz, sajnálom, veszek másikat, ígérem. Semmi baj. Igazából tök mindegy. Ja. Oké. Okay. Későre jár. Mennem kell. Akkor holnap. Holnap. Szia! An open heart is an open wound to you. And in the wind of a heavy choice, love has a quiet voice. Still your mind, now I'm yours to choose. And I know the scariest part is letting go. A többiek elmentek? Igen, épp most mentek el. És? Miről álmodtál az éjjel? Vagy inkább úgy kérdezzem, kiről? A megmentőm? Igen. Apukám az. Jó reggelt, apa. Jó reggelt, kicsim. Figyelj csak, szeretnék veled egy kicsit a jövőről beszélgetni. Lenne időd most átjönni? Igen, persze. Nagyszerű. Oké, akkor megyek. Rendben, drágám. Azt akarja, hogy menjek a hófehérkébe. Hát, az univerzumnak tervei vannak. Te bolond vagy. Akkor szia! Smilla úton van. Most nyugodtan megbeszélhetjük vele az ajánlatunkat. De Heinrich, nem siheted el ezt az egészet egy kicsit? Attól tartok, nem várhatunk tovább. Az én szemem kiválóan működik. Igen. De azért megkérdezzük, és ha nem akarja, akkor kitalálunk valami mást. Hello, Smilla. Szia, Regina. Apa oda bent van. El kellett valamit intéznie. Eltarthat egy darabig. Jó, akkor megyek egy kört a tó körül. Vagy látogasd meg a barátaidat. Ahogy mondtam, eltarthat egy darabig. Talán Jan Königson itt van a közelben. Ezt hogy érted? Sok időt tölt a barátnőjénél. Itt a közelben. Az utca végén balra. Milyen barátnő? Hát nem is tudtad. Már évek óta együtt vannak.
gyakran jönnek ide vacsorázni. Ó, szóval ő... De lehet, hogy már nincsenek együtt. Mint mondtam, én nem mindig vagyok képben. Igen, figyelj, szólnál apának, hogy hívjon fel, amikor visszaér. Persze, szólok neki. Köszönöm, én... Szóval komoly a dolog ezzel a Smillával. Igen, komoly. Mindig az volt. És velünk mi lesz? Ez soha nem volt komoly köztünk, Sabine. És nem is lesz. Sajnálom. Semmi gond. Ha mégsem lesz vele semmi... Megvan a számom. 3 hét múlva jövök. Smilla. Várj egy kicsit! Smilla! Goodbye. Francba! Nos, ezt nagyon sajnálom, drágám. Akkor később beszélünk. Szia! Smilla holnap elutazik. Micsoda? De hát miért? Nem tudom pontosan. Mit akarsz? Smilla, nem az van, amit gondolsz. Tényleg? Most komolyan ezzel jössz? Nem, figyelj. Vele sosem jártam igazán. Ő férnél van. Van itt egy nyaralójuk, és egy hosszabb viszonyunk volt, és... amit láttál, az egy búcsúcsók volt, Smilla. Szakítottam vele. Miért? Jó kis megállapodásnak tűnik. Csak az volt, ami mindkettőnknek működött. Semmi több. Semmi más nem akartam tőle. És miért szakítottatok? Még csak ötleted sincs? Nincs. Miért? Beszélhetnénk személyesen? Elmegyek a farmra ma este, ott leszel? Talán. A talán elég is. Akkor este. Szia, drágám! Szia, apa! Figyelj, bocsánat a korábbiért, egy kicsit el voltam keseredve. Regina! Változott a terv! Smilla mégis marad. Holnap idejön. Nem kellett volna aggódnom. Minden jóra fordul! Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone,
Then I have a moment before I go. Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone. It was just like a song. When we Bocs, főnök, tudom, 2 percet késtem, de majd behozom a lemaradást, ígérem. Frau Belmer? Meg sem ismerem séfkabát nélkül, így olyan emberi. Elnézést, nem akartam megbántani. Túl őszinte vagyok, ez egy jellemhiba. Micsoda? Az őszinteség néha 1000-szer jobb, mint... Mint mi? Hol a körte? A szekrényben. Mit csinálsz itt? Azt hittem... Regina? Bejöhetek egy kicsit? Igen. Heinrich felajánlja neked a munkámat. Mármint... A szemed miatt, és a legutóbbi baleseteid miatt? Nem balesetek voltak. Csupán apró figyelmetlenségek. Bárkivel megesett. Regina, nehogy valami súlyosabb történjen egyszer. Nem lesz gond, én... Azért jöttem ide. Hogy megkérjelek. Ne vállald el a munkát. Ha átveszed a munkámat, Heinrichnek nem lesz szüksége rám. És akkor elveszítem. És ez lenne a legrosszabb. Emiatt ne aggódj. Apám szeret téged. Honnan tudhatnád? Régen szüksége volt rám. Anyukádat gyorsan kellett helyettesíteni a konyhában, és én ott voltam neki. Ó, ne haragudj, tudom, hogy ez nehéz neked. Igen. Én sokáig nem értettem ezt. Sokféle érzés kavargott bennem, teljes káosz volt. De az utóbbi néhány nap itt... Valami megváltozott. Smilla, te fiatal vagy. Tengernyi időd van. Egyszer majd átveszed a hófehérkét. De kérlek, hogy ne most. Adj nekem, nekünk még egy kis esély. Kérlek, csak egy kis ideig. Kérlek. Legalább átgondolnád a dolgot. Igen, átgondolom. Maradj csak. Ah!
Jó végre itthon lenni. Ki fog főzni ma este? Soha nem tudod megjegyezni. Viktor! Smilla! Smilla, kelj fel! Smilla, hallasz engem? Nyisd ki a szemed! Lorenz, hívd a mentőket, jó? Jó, jó. Ébredj, Smilla! Szia, drágám! Moritz mondta, hogy később jövök? Mondta, és azt is, hogy süteményt sütöttél, és nekem nem hagytál belőle. Szerencsére a befőtt maradékát elcsenhettem. Egyszerűen oda vagyok az alma befőttedért. Mármint körte. Nem. Alma, látod? Te jó ég. Hol a mobilom? Hol a mobilom? Hol a mobilom? Mi történt? Mi a baj? Miért nincsenek még itt a mentők? Mert túl messze lakunk, és a mentőhelikoptert máshová hívták, tehát várnunk kell. Mintha középkorban lennénk. Hogy fordulhat ez elő? És hogy van? Stabilizáltam, de most nem tudok többet mondani. Itt nem tudom megvizsgálni. Ha, Istenem, Istenem, Istenem! És nem tudjátok, hogy mitől ájult el? Nem. Sürgősen kórházba kell vinni. Vizsgálat nélkül semmit sem tehetek érte. Tehát csak várunk. Ez kész őrület! Oda viszem. Ne, Jan, a mentők már úton vannak, és a vészhelyzeti felszereléssel gyorsabban segíthetnek rajta, mintha most elindulnánk. De hát tennünk kell valamit. Nem ár, emberek. De hát orvos vagy, biztos van valami ötleted. Ja. Nem veszíthetjük el. Nem veszíthetem el újra. Ha félek, eszem. Nem ár. Van benne alma? Talán igen. Smilla evett belőle? Nem tudom. Smillának alma allergiája van. Van rá gyógyszere is. Hol a táskája? Nem tudom, talán az asztalon. Ott. Igen, itt van. Annyira sajnálom. Már ezerszer bocsánatot kértél. Örülök, hogy már minden rendben van köztünk. Igen. Már csak egy dolog van hátra. Remélem, én is olyan jól vezetem majd a hófehérkét, mint te. Ebben igazán biztos vagyok. Akkor jól vagy. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyen ment. Ez egy nehéz nap nekem. Van egy olyan érzésem, hogy még lehet jobb ez a nap. Regina Belmer, teljes szívemből szeretlek. Leszel a feleségem? Igen. Igen, leszek. Felsegítenél, kérlek.
hogy rendesen reagálhassak. Nagyon szép. Ó! Itt van még egy. Rendben? Ilyen, kikér pesgőt? Köszönöm. Köszönöm. Legyed. Nagyon finom pesgő. Szépből gratulálok. Köszönöm. Sok boldogságot kívánok. Köszönjük szépen. Nagyon várom az esküvőt. Kérdezhetek valamit? Lenne kedved, szóval szeretnél velem, ha majd lesz időd. Megiszunk valamit? Azt hittem, sose kérdezed meg. Nagyon jól nézel ki. Ugyan már. Szia! Szia! Valamit meg kellett szerelnem, és sokáig tartott, sajnálom. Semmi baj. Örülök, hogy itt vagy. Izgatott vagy? Igen, nagyon. És boldog. Mert ott vagyok, ahol lennem kell. Már csak kell valaki, aki apám feladatait átveszi. És aki bírja a vegetáriánus konyhát. Tudsz esetleg valakit? Én ígérem, hogy ezúttal nem futok el. Akkor mindenképpen tudok valakit.